Meghirdette a 2016-2017-es évadát a Csíki Játékszín. Kortárs magyar drámát, világirodalmi klasszikust, magyar színművet és zenés végjátékot is műsorra tűztek, de lesz több gyerekelőadás is az új évadban. A bérletek értékesítése augusztus végén kezdődik. Sajtótájékoztatón ismertették a Csíki Játékszín új évadát. A közönséget többek között a Vőlegény, a Portugál, a Tisztelt Ház és az Erdő című produkció várja. A 14 éven aluliak 4 előadást tekinthetnek meg az új évadban. A társulathoz 2 új színművész is szerződött, Sándor Anna és Kányári Szilárd személyében. Az évad ismertetőn a felújított nézőteret is bemutatták. 401 székünk volt, most pedig 308 szék van a nézőtéren. Kényelmesebbé vált, jobban látható a színpad, ez volt az ára. Na most, hogy kevesebb szék van, ezért átrendeződnek az ülőhelyek. Régi bérleteseink számára 2 héten át lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők előnyt élvezve választhassanak új ülőhelyeket. Ezek után pedig bárkinek szabad a vásár. Az árak változatlanok maradtak, a felnőttek 50, a nyugdíjasok és a diákok 30 leért válthatnak 4 előadásra szóló bérletet, de mecénás bérlet is kapható.